Brutális, nagyon vicces, vagy legalábbis nagyon-nagyon remélem, hogy vicces mémeket fogunk ebben a videóban megnézni, ami Brawl stars kapcsolatos, ehhez például a reddit fogom használni, ahol összegyűlnek a játékosok, és csinálják a jobbnál jobb mémeket. Szóval, hogyha már e, igazából ti is várjátok ezt a mai videót, akkor maradjatok itt, még az első percben gyorsan kinyitom, ami még igazából ilyen krásztikásból van, aztán belevágunk a lecsóba! Yeah! Húúúúúú! Uh ja, amúgy rank 26-es! Kiss my ass. Na jó van, oké, itt van három darab szárdropunk, ezt nagyon gyorsan pörgessük át, mert ez úgy Senkit, Senki szuperre, ez mehet epikbe. Easy, mert már egyből, már megint csak tudom, hogy mi van. Úristen, ez Janitra a legjobb pin. Nem az. Jöhet itt még tíz darab, csodás, ez star drop, megpróbálom ezeket is így hát nagyjából átpörgetni, azért mégiscsak figyelni a valami durvá van, aztán jön hát a Legendary, és kettő darab Hyper Charge Star Dropunk még lesz, és ezt most nem tudom, tényleg nagyon gyorsan átpörgetjük, aztán mehetnek a mémek, mert igazából már én is csak azt várom, de hát most, hoppá, mitik? Hi? Bling, úr is. What the fuck? A mitik után egyből lega. Te hülye vagy? Jézusom! Na jó, akkor nézzük. Hogy meg, aki ezt kitalálta. Mi ez ember? Jó, legalább ez. Ö, ez szerintem a jobbik Otisra, a jobbik Star Power. Nyilván mindenki más gondol, de... De ja, ez, ez, ez menő. Király! Oké, okay, mehetnek a hypercharge -ok. Csak még előtte természetesen a szoki 10 darab alap, ami amúgy val lehet, hogy jó lesz, mert az előzőből is mitik, és közvetlenül a másik, meg BOOM! LEGA! Aztán meg a sima LEGA, szóval az is eléggé komoly. Nem tudom, hogy van még ennyi hypercharge, ami nincs meg, bár jó, nyilvánvalóan van még egy csomó. Megrehez az állatos pénial, de nagyon szeretem ezt a játékot. Mitik megint random! Fat, ez jó! Kredit! Már tényleg lassan a felénél tartok az Atul ilyen fén, nézé egynek is. Milyen vagy? Tök gyorsan haladunk. Na jó, van, lassan már itt lesz a Hyperchess, de most? Nem, akkor ezután. Ne várjál. Róza, pén. Igen, itt van. Na most megmondom, hogy kit fogok nyitni, becsukom a szememet, ez egy bull. Uúúúúúú, hát ez nem bull. De rohadt jó, ezt nagyon adom. Oké, okay, király, és most már akkor csak ez van. 2000 bling, meg megint csak ez. Bull! Róza. Jó, már lassan mindenre meg lesz amúgy szerintem a hypercharge -unk. ez Ez amúgy nagyon király. Na jó, menjünk mémezni. Itt a csodálatos redditünk is uh, nézzünk szét. Milyen uh, title hajt a pali? Mert mi ez? Deadhead was úristen, Jézusom, na ja, ezt inkább nem fordítom le. Ronkedben ova. nekem ez annyira nem tetszik. Mennyire hülyék a randomjaid. Max és behozott egy plusz egy gadgetes gért úgyhogy nincs is gadgetje. Na jó, igen, ezek jó mémek lesznek, mert itt vannak valóságos dolgok. Ez az bad randoms. Oh, mikor fog ez azt hittem, ez durvább lesz. Nagy egy kis pezsi, de nyilvánvalóan süsü pezsi. Wow. Hogy kaphattam meg Tik a Star Playert ebben a helyzetben? A legtöbb kije ugye az uh, Melody, legtöbb damage Colt, és uh, Melody ez csak egyszer halt meg. Hát ez amúgy tényleg egy elég érdekes dolog, nem tudom. Koncept, mm... uh, M&M's Tick. Szerelmes vagyok. Szere... Mi a szar ez az elprim? Ez nagyon jól néz ki, te hülye. Jó, az egy nyilván játékon belül nem tudnám elképzelni, de ez amúgy nagyon menő. Jó, meg lehet hogyha amúgy. Atya úristen, szegény izé, szegény csigusz, kinek ártott, hogy besózzák. Hell, ki, volt a rosszabb? Edgar, akinek van egy kije, de öt halálja és tizen... 2000 de mondjuk azt, vagy a három halálos Frank, akinek nincsen kije, de van 13 ezer damage-e. Mind a ketten kaptak egyel ilyen kudózt. Nehéz helyzet. A világ, ha mindenki utálná hitet. Én mostában amúgy ennyire nem izgélem, ezt sem tegnap, amikor 835-ig pusholtam. Rohadt durva izés, mondja Vós Eventtel együtt az S. 1v3, 1v4-eket hoztam le, hogy a teameltek. Ha őt látod, akkor mit csinálsz? Hát valószínűleg letörlöm a játékot könyökkel. Mármint én konkrétan a képernyőről betöröm a képernyőt, ha egy ilyet látok. De atya, úristen. Remélem látjátok, tehát hogy most jelenleg 7500 pontom van, és volt úgy nagyjából mondjuk ilyen 8800-nál lehetett, vagy 8850-nél, és visszaesett. Én meg azt hiszem, hogy amikor én mondjuk veszítek, mit tudom én, 400 pontot, hogy akkor az már világvégát hát ez a csávó. Ma ott volt a Mastersben, már érezte az ízét, erre pofán vágta az élet. Amúgy, ha szeretnétek még ilyen mémes reakciós videókat, akkor nem tudom, írjátok le a kommentben, mert sokkal egyszerűbb ezeket felvenni, és ezek tényleg tök viccesek, meg egyszerű megcsinálni. Tehát kedvem az van hozzá. A kedvenc game módod uh, éppen bent van a játékba, de van rajta a Spongebob modifier. Én most adom, de nyilvánvalóan azért, mert így tényleg nekem egyszerűbb játszani, hogy ugye minden, mindegyik ilyen spongyavós cucc meg van level 3-on, így nyilván egyszerűbb. Most próbálom a nehezebb brawlereket feljebb pusholni, de ja, amúgy ezt megértem, hogy aki full free to play, annak ez amúgy nagyon nagy szívás, és ez köcsökség amúgy a szuperszáltal. Még akkor is, hogyha csak az event ideje alatt. Ha egy lakatlan szigeten ragad, ha, vagy ragadtál, akkor melyik brawlert vinnéd magaddal? Melody, imagine ha ott is tudna ilyet. Sokkal többen utálnak, így is ratópé, amúgy csak kevesen játszák. Neki adnának egy hypercharge-ot, az game breaking lenne. Legalábbis szerintem, így is eléggé komoly az ultia. Bár Cordiliusnak az csak egy gadget! Atya úr ez egy run, ez nem ekkora komoly már ez a rajz. Bocsánat! Miért mondja azt mindenki, hogy túl sok powerpointja van? Hát te sokan valószínűleg azért, mert túl sok powerpointjuk van, és csak neked van ennyi coinod. Úgy nem én is néha szarba voltam, de most meg uh, lassan egy idejében már túl sok powerpointom volt, vagy mi? Na, túl sok coinom, aztán túl sok powerpointom, most mindegy kettőből kevés. itt a felfejleszgettem ott szendít az előző videóba. Hát, na igen, erről beszéltünk az előbb. Ez nem is tudom őszintén, hogy ez micsoda. Pff. Elértem a rong 30-at Ez egy flex vagy nem? 6 nagy flex egy Jenny, te fú, gyűlöltem játszani ember. És ráadásul csak gold 1. Tehát, hogy azért viszonylag hamar sikerült akkor neki. Pokémon Trainer Nita. És a Charizard lenne a Bruce. Ez amúgy menő. Ezt adom. Ilyeneket adhatnának, csak szerintem a Nintendo az nem sok mindenkivel működik együtt. Inkább mindenkit szana széjjel perel. Az igen. Nem bagos a játék. Amúgy ez így, Távolról jónak néz ki, és ahogy közelebb jössz, egyre rosszabb. Csak nézd meg! Nézd sokáig a képet, ez nagyon rossz! Buster megéri 45.000 coin, 13.500 powerpoint, és, és rank izé. Hű, Buster, nem semmi a csém. Hát ez csak szimplán szomorú. 5999, bro. <laughs> játék azt szereti tényleg az ilyeneket kiadni. Nekem is így volt a az éjszaturn ilyen fémemnél hogy tíz darab kellett, de az mondjuk pont jól jött ki, mert úgy akartam. Jaj, jaj, jaj. Hát ő nem fog használni most ezét, uh, hogy hívják uh, Krabby Petit. Mi a neve? Senki nem tud meggyőzni arról, hogy a battle cardok a legjobb dolgok, amiket hozzátak a Brawl Stars hoz Jó, hát igen, amikor Gold 3-as, Minotaurus bullod van, Martian Fame egyel. És uh, vikeres, uh, hogy hívják uh, Mastery title és Masters vagy, olyan kormenű, de amúgy annyira nem néz ki királyú. Ez geniálisan néz ki, de ez egy az egymillióhoz, az, hogy valakinek ilyen szettje van konkrétan mindez, mert csomó free-to-play ember, nem ilyen egyszerű ez. Főleg az kinek? Mert hát most na a Minotaurusból ez egy 200 gemes, nem? Még úgy emlékszek. <laughs> a Brawl Stars Community eh, Dio Brawl Stars playerek, amikor nem kapnak ingyen cuccokat. Brawl Stars playerek, amikor kapnak ingyen cuccokat. Végre valamiben top 1 vagyok. Hank Lokál. 1015 kupával. Hol? Mi a, a DZ az mi? Az milyen ország? DZ az Algéria. Oh. Hát jó, tényleg nem gondolom, hogy túl sokan nézelnek, ott a sivatagból ott nyomatják neki a BS-t. Mandy Candy, na nézzük, mi, 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 ez a videó. Igen, gondolom, milyen egy ulti. Kiradírozta ők. Jézusom ember. Ez mondjuk szerintem mindenkinek az ilyen titkos vágya, hogy egyszer megcsinálja. Ez mi a gyász? Ez nagyon ilyen körznek tűnik nekem. Atya, úristen, mi ez? Ne, <laughs> Jesse a vastag szemöldökökkel nem létezik, nem bánhat. Ez nagyon beteg. Van egy teóriám Grommal kapcsolatban. Na, nézzük. Hú, ez egy hosszabb szöveg lesz, de fordítok. Szóval azt vettem észre mind Gromban és Kenji-ben, hogy a múltjuk titok maradt, és hogy a karakterisztikájuk. Ja, az is, ugye, titok maradt, ugye, karakterisztikájuk. Mind a kettőjüknek ugyanaz a heg van az arcán, és amíg azt hiszik az emberek, hogy Gromnak a. a hege az Nitától van, nem igazán van ennek értelme, mert hogy egy, egy heg vonal van, és hogyha meg az egy ilyen karom nyomás lenne, három darabnak kellene lennie. Szóval neki az az elmélet, hogy Grom valójában egy veterán katona, aki kencsivel kellett, hogy harcoljon, és ott szerezte a, a heget és hogy Kenji az eléggé brutális volt, és hogy nem volt benne ilyen uh, becsület. Nagyon nem fogom az egészet elolvasni, az annyira nem, nem áll nagy lábakon, biztos jó. Csak azért érdeket meg rom. Esik az eső. Halljátok? Szerintem nem. Mindenki ezen van kiakadva, hogy kaptak ilyen 500 XP uh, free giftet. Bruce, hát ez van. Uh, lejjebb kéne venniük a, a maga a trofi, vagy a kupa szerzést a spondja os dehogy is, tök király. Aki nem akar ott játszani, az ne játszon ott. Ez, e ezzel viszont így egyetértek így a szuperszelnél, ha nem tetszik, menj el mást játszani, ami nincsen spondja modifier. Mi ez a skin, amivel nem találkoztam még soha meccsbe? Nem nagyon tudnék most mondani egyet. Talán azzal a azzal a Piperrel, aminek ilyen pokó arca van, azt talán ingén még nem láttam. What the fuck is this? Finally got it. Mi? Ingyenes player icon, power meal, legendary star és cursed pirate BB skin ingyenesen? A... a haszontalannak a definíciója. De legalább okozott 34000 ezer damage -et. Na, a Spongyobob skineknek kellene lenni ilyen custom voice line-nak. Ezzel amúgy egyetértek, ezt nem is tudom, hogy miért így csinálták meg. Szóval mikor fogják nörfölni clancy -t? Nem fogják. És én azért adom, mert, már amúgy tökre jó fel tudtam vele húzni magam az érankedbe még magamhoz képest. <laughs> Mindig a Blackbird, Blackbird Edgar az, nem? Hát, de. Kudos! Itt egy uh, tikfej, uh, mi ez, Kitchen, uh, hogy hívják, kulcs tartó, amit uh, anyukám csinált nekem. Ez zseni. Micsoda? John Cena. Hol, hol van? You can see me! Te atya! Úristen! Henkel 23 kill! 161.000 damage! Ember! öt meccs alatt se tud, tehát egy annyi idő alatt nem tölt fel a nagy bubarék, mert, mert annyira lassú szar. Gyűlölöm Henket amúgy. Tehát nincsen bajom azzal, aki Henkel játszik, de én személyesen gyűlölök vele játszani. Nem is tudom, hogy lett meg vele még annak az 500, úgyhogy nem szenvedtem vele túl sokat. Még azt szerintem az OP eh, időszakában voltam amúgy. Az igen. Hát ott nincsen event. Na és szerintem ezzel a videóval zárom a mai eh, videót. Parancsoljatok! A legendary gameplay. Idióta. Na de én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A Roblox Groupomba kérlek lépjetek be, kis lend a neve és lassan majd jön a játék, tényleg megpróbálunk minél gyorsabban dolgozni. De hát nyilvánvalóan ez nem egy egyszerű dolog. Na mindegy, napi áldás nem marad el, az atya a fiú és szent nevébe kívánom minden és nézőmnek, nem nézőmnek, jó akaromnak, rossz akaromnak, szeretemnek, utálomnak, és tényleg minden a Földön, legyen csodálatos érte és csodálatos egészsége, és tényleg minden embernek minden vágy és minden célja teljesüljön, minden ellenséget és minden akadályokat, hogy a az útjukból, és minden családnak boldogságot, békességet és bőséget kívánok az atya a nevében. Ámen. Én nomina patrészet filiás pedig szánti a taxi Szevasztok srácok, Jézus Krisztus a legjobb, és soha ne felejtsétek el!